estét! Mai körképünk első képsorai a vasárnapi egervári búcsón készültek. Az idő sajnos nem kedvezett az ünnepnek. Borongós, esős időben és a megszokottól eltérően az újonnan kijelölt helyen került megrendezésre a búcsú. Amint látható, a forgalmat így is akadályozta, de azért kevésbé, mint a régi helyén. A vásárosok zömét sikerült elhelyezni a sportpálya mellett. Voltak is szép számmal. Közelmúltban a Kispáli Kultúrotthonban Szórakozzon velünk címmel tartott a műsoros estjét a Hevesi Sándor Színház két színművésze, Egervári Klára és Simin Falvi Lajos. Tekintsünk most meg ebből részleteket. Zenéről Hajdú Sándor zeneszerző gondoskodott, aki saját szerzeményéből is előadott. Két kis zongoradarabot, amit el szeretnék játszani. Az egyik az a Hüvinkei Városi Tanács himnusza lett. Ez egy Hüvinkei keringő Finnországban. A másik pedig az Autópálya című rektány, amit elő szeretnék adni. Elektromos a zongora, elnézést ért, én ezt rendes zongorára képzeltem. Hát ez van. Thank you.
Ez pedig már a 4. Magyar Országos Divattáncbajnokság, amelyet Dunaújvárosban rendeztek meg november 28-án. A bajnokságon részt vett az Alegeszegi Ritmus Tánccsoport egy verseny és egy bemutató produkcióval. A tánccsoportnak Egervár és Lakegyi tagjai is vannak, mégpedig Peresztegi Judit, Németi Beáta, Bot Gabriella, Pesten Judit és Hosbát Enikő. Most pedig nézzük meg a két produkciót. Thank you.
Ha tetszett a videó, kattints a feliratkozás gombra, hogy elsőként értesülhess a friss tartalmakról. Köszönjük!